Immár hagyománnyá vált, hogy a regnáló polgármester a diáknapok kezdetén egy napra átadja a hatalmat az aktuális diákpolgármesternek. Idén Tasnádi Fanni vehette át a város pecsétjét és foglalhatta el a város vezetői széket. Ezt követően az alpolgármesterek a város ügyeiről egyeztettek a fiatalokkal, akik közgyűlésen vitatták meg a számukra fontos kérdéseket. Én úgy gondolom, nagyon jól sikerült. Bali Zoltán alpolgármester úr képviselte a Zalaegerszeg megyei jogú város önkormányzatát. Maximálisan mellénk áll a városvezetés most is, mint ahogy eddig is tette mindenbe. Én úgy gondolom, hogy ezek az előterjesztések hamarosan meg is fognak valósulni. A diákok egyebek mellett ökonap és egészségnap megtartásáról döntöttek. Szeretnék továbbá elérni, hogy a zalaegerszegi középiskolások együtt ingyenesen mehessenek az edukáció kiállításra. Céljuk az is, hogy saját irodában ülésezhessenek. Bali Zoltán alpolgármester szerint a fiatalok alapos munkát végeztek, s javaslataik a városvezetés számára is iránymutatásul szolgálnak. Nagy öröm számunkra, hogy a diáknapok kapcsán a mai ülésen, amit ugye a diákok, illetve a diákvárosvezetés vezetett le, számos hasznos ötletet kapott a város vezetése, hiszen nagyon szerteágazó tematikákban fogalmazták meg igényeiket, illetve ötleteiket. Volt itt egészségnapról szó, közösségi tér létrehozásáról, egy új online platform megalkotásáról, túraútvonal szervezésről, és egyébként más egyéb programokról, éppenséggel mondjuk akár a kollégisták számára szervezett programokról is. Volt szó. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően átadták az ifjúságért díjat, amit idén Szuper Ildikónak ítéltek oda. Idén augusztusban ez 20 éve, hogy az alapítványnál dolgozom, most én vagyok az ügyvívője, úgyhogy hát egy darabig még valószínűleg tudom támogatni a csapatot is, pszichológusként is, illetve szervezőként is. A közgyűlés végén Bali Zoltán kiemelte, a kabinet partner a fiatalok javaslataiban. Mint mondta, az előterjesztések nagy része egy-két hónapon belül megvalósulhat.